Jászárokszálláson évről évre megrendezik a közmeghallgatásokat. Idén az elsőt február 7-én tartották. Ezeken az alkalmakon olyan közügyek kapnak szót, amelyek a város lakosságának életét, mindennapjait érintik. Így volt ez ebben az évben is. Többek között a csapadékvíz elvezetéséről, az oktatásról, az egészségügyről, fásításról, zöld hulladékról és a kamerarendszerek bővítéséről is szó esett. Erről szól a mai nézőpont. A tájékoztatás után, melyről műsorunk első részében számoltunk be, a közéletet, közügyet érintő kérdések, javaslatok hangoztak el a megjelent lakóktól. Többen jelezték a csapadékvíz elvezetés, a vízzel vezető árkok, a patakok problémáit. Én néhány ilyen folyóügyhöz szeretnék hozzászólni, mint a csapadékvíz elvezetés, ami ugye az utóbbi időben hát elég nagy probléma volt itt a Jászságban. Ez sajnos területi probléma, mert ugye a Jászság elég alacsony fekvésű, de ennek ellenére az utóbbi időben én azt látom, hogy maximálisan az önkormányzat megtett mindent annak érdekében, hogy ez a probléma csökkenjen. Valószínű, hogy hát ez egy hosszabb folyamat lesz. Hát igen, a csapadékvíz elvezetés valóban egy szükségszerű probléma. Lokálisan sikerült néhol elhárítanunk azonnal a bajt, illetve a városgondnokság vezetői az összes felmerülő problémát összegyűjtötték. Nem csak a lakossági bejelentéseket rendszerezték, hanem ők maguk is napokig járták a várost, és minden olyan területet lefotóztak, fölírtak hajszál pontosan, hogy tudjuk, hogy hol mi történt. Ennek a feldolgozása ott tart, hogy nyilván látják már, arra utalt ön, hogy már elkezdődtek azok a kritikus pontok, elkezdődött azokon a kritikus pontokon a segítségnyújtás, ahol szükségszerű volt. Volt, ahol azonnal sikerült ugye egy-egy áteresz vagy ároktisztítás, áteresz cserével, ároktisztítással. Természetesen a teljes problémát nem oldja ez meg. Tehát ezt tudjuk, hogy itt a csapadékvíz elvezetéssel egy globálisabb probléma van. Elkészült tavaly a képviselőtestület, ugye vízügyi mérnök segítségével többkörös tervekkel rendelkezünk. Úgy is volt, hogy kírják a pályázatot, hát ezt most azóta várjuk. Azért ennek nagyon-nagyon, tehát nagyságrendileg egy nagy összegről beszélünk. Az a szakmai anyag az egyébként szinte lefedni az egész város csapadék vízelvezetésének a felújítását, tehát hogyha ezt a pályázatot kírnek. Addig is mindent megteszünk, tehát most ez alapján, az ütemterv alapján a városgondnokság vezetői összeállították, hogy mennek a képviselők által is bejelentett, a lakosság által is jelzett területekre. Hát ez egy igen hosszú lista, tehát ezt jól látja ön, hogy ez egy igen hosszú lista. Tény, hogy egyetértek azzal, hogy a területi adottságaink is ilyenek, hogy megáll a víz, a tala is kötött, tehát nem vagyunk egyszerű helyzetben itt árokszálláson a vízelvezetéssel. Ugyanakkor megoldható, és meg is kell, hogy oldjuk. Ezek a vízelvezető árkok 40 éve nem voltak tisztogatva. Na most valamikor az volt a szokás, hogy a kerítésünk frontjától, tehát a utcai kerítés frontjától, tehát a közút széléig minden egyes terület az a lakóé. Az a lakót illeti, hogy tartsa karba, kaszálja le a füvet, ha van neki kis vízelvezető, tehát én nem a gerincvezetékekre gondolok, nem a gerincvezetékekre gondolok, hanem a kisebb vezetékekre, amik igaz, egy lapáttal, vagy mit tudom, olyan ásóval, egy kis pár ásó nyommal kinyomja, és akkor megszünteti azt, hogy dugulás legyen. Na most én itt a Deák Ferenc Virágbenedek sarkán részt láttam személyesen, hogy mit összeszenvedett ott a városgondnokságnak az emberei. Válig érő vízben nyúkált, kereste a kályhacsövet. Tehát nem tudatosan mondom, hogy a kályhacsövet, mert ott azon a részen, ahol a dugulás volt, ott egy 110-es kápiacső volt letéve, hát jó, hogy eldugult, sőt, be is volt szakadva. Na most az ilyeneknél úgy szoktuk csinálni, más, például Csomád, Veresegyháza, Szada, Erdőkertes, ezeket tudom, mert én ott azon a részen van egy olyan munkám, amit bármikor bárkinek meg tudok mutatni. Ez úgy működik, hogyha
lakó lerakott 100-as csövet a 300-as helyett, oda megy a géppel, hogyha nincs közmű, tehát nincs gáz, nincs víz, villany, egyebek, mert attól igaz, de másfél méterre jobbra-balra nem szabad gépmunkát végezni. Akkor oda megy szépen, gyönyörűen belenyúl a kanállal, kiszedik, ráteszi a kocsit, azt már viszik is el a bejáróját. Majd lepakolja ő, de ezzel megszüntetjük azt, hogy olyan kellemetlen helyzetbe kerüljönnek, hogy két napig ott 6 ember szenvedett, szó szerint abban a hidegben szenvedett, hogy meginduljon a víz. Annak külön örülök, hogy fölhívta a figyelmet, hogy ezt régen a lakosok fontosnak érezték. Egyébként ez most is a lakosok feladata. Tehát az a rész, ami az ingatlanom előtt van, azt én gondozom, azt én tartom karban. Valahogy ezt így elfeledte a lakosság, valahogy a szokásrendben most az szerepel, hogy menni, és csinálja meg a város, gondnokság a legkisebb dugulást is, így van. Én is emlékszem, mikor gyerekkorunkban kimentünk a kapával, így van, és megcsináltuk ezt a családdal. Ennek ellenére a képviselőtestület segít, illetve a városgondnokság dolgozói is, de azon elgondolkodunk szerintem, hogy esetleg ennek egy kommunikációs formáját még megtalálhatjuk, hogy a lakosságot ez irányba ösztönözzük, de teljesen egyetértünk. Megint jött ez a szélsőséges időjárás, hogy a patakoknak elkezdett megint megemelkedni a víz szintje. Hogy ahhoz képest, hogy szárazod az időjárások, valamit ez a patakkal is kellene már valamit esetleg kezdeni, mert sajnos ugye nem tudjuk, hogy mi adódhat nyáron. Egyik nap aszál, lehet, hogy két hét múlva özönvíz lesz. Vagy valami megoldás arra is kéne, hogy sajnos, hogy láttuk, hogy mi volt, mikor takarítás néha vettünk részt, hogy rengeteg szemét van a patakban, hogy a susnyás, akkor már a szemét is oda kerül, ugye. Itt is voltak ugye régen tavak, amiket betöntek, hogy nem ezeket újra fel lehet tárni, kiaknázni, és abban lehet távolulni a csapadékvizet. Akkor azt is tudom, hogy most ugye, hogy a nagy esőknek ugye feldozott a vérős patak, és így, hogyha most az szépen lement, de ha mondjuk nyári nagy eső van, ott már 10 a példa, hogy itt ugye a vérős patak kijöntött, ugye valahogy jön fel, hogy meg is kaptuk az árvizet, ugye volt rossz, hogy mondják, hogy valamit lehetne építeni, ugye ez nem a 20 éves probléma, hogy már a szállás nem a másodjára, mert a szállás, az is Pontrice környékét, az öt esetleg jogáltani. És ugye a gyönyörű patatnak ezt a voltágyával egy zsilipet, vagy akkor oda beengedni, vagy hát mégis kijöntjük már vissza. Kétszer már kijöntjük a hangjára, és kijöntjük, hogy mi van, hogy akkor azt oda beleengedni, vagyis utána, amikor a gyönyörű patat kijön át, akkor szarvá is visszatálljuk, és akkor felégön ölt el a város, vagy az Alkalmány utcát, erre is volt példa, hogy ott még viszont, amit a szarvás patatnál van ez a mobilitát, ez szerintem alkalmatlan, mert az ott van, annak a feladatnak. Ott is áll a zsilipek, nem jól működnek, ott a termőföldet is volt már jelentőtte, hogy itt is a árazásnak az a részben is, hogy valami gárdat, vagy valami, mert a vasút alul is át fog jönni, és mindenképpen, hogy orra van, és van a megoldás. A belvízelvezetés, ahogyan már most többször előkerül, valóban nagy probléma. A Gyöngyös pataknál, ugye a helyszínen voltunk kint többször, több alkalommal, alpolgármester úr, műszaki irodavezető asszony, városgondnokság képviselői. Fontosnak tartottuk, hogy saját szemünkkel meggyőződjük. Jó magam is ott voltam. Ugye most a Rédepatak irányából jöhetett volna ugye hozzánk a víz. Igen magas volt a vízszint, tehát mi a legkritikusabb napon voltunk kint, úgy emlékszem. Beszéltünk ott a vízügyi igazgatóság képviselőjével, aki ott tartózkodott. Ugye a Bámos-Győr károkszalás határában lévő védmű tulajdonképpen ezt a célt szolgálja, ami megépült. Ennek már most le is zárult a műszaki átadása és egyéb. Tehát, hogyha onnan elindulna a víz, akkor ez ugye felfogná, tehát ezt a célt szolgálja. Ott valóban van egy zsilip, bízunk benne, hogy nem nyitják ránk. Azt gondolom, hogy azért ezt szakemberek kezelik. Jelenleg azonban elgondolkodtunk mindenképpen azon, tehát a Védelmi Bizottsággal legalább másfél-két óra hosszáig csak ezen a Gyöngyöspatak szarvágy kérdésen most itt a belvíz veszély kapcsán, hogy érdemes valóban a Gyöngyöspatak árokszállás belterületén lévő szakaszain a zsilipeket, a csappantyúkat így van leellenőrizni. Ugye
itt a bevezető ágán 12 csappantyú van, ezeket biztos, hogy évek óta nyilván nem figyelgettük, van, ami már hiányzik, a városgondnokság vezetői már megtették az intézkedéseket, hogy feltérképezik, tehát ezt kijelöltük a felelősöket, feladatokat, hogy ezt át fogják nézni. Nagyon köszönjük a jelzést, nagyon-nagyon fontos kérdés. A fásítás, a zöld hulladékgyűjtés és az utak melletti fák, bokrok metszése, rendbetétele is szóba került. Elhangzott itt a fásítás is, és hát itt ugye annak idején ugye rengeteg záportározó volt, ami így-úgy megszűnt, és jelen pillanatban például akár a két malomnál lévő záportározónak az állapota, vagy az állaga, vagy a kinézete, az borzasztó. Az már semmire nem jó, tehát valószínű, hogy ezeket a területeket föl lehetne tölteni, annak rendje módja szerint rendbe lehetne hozni, és akkor lehetne például fásítani ezeket a területeket, és akkor ott egy ilyen parkszerű dolog lenne, úgyhogy ezeket tudnám így javasolni. És hát persze emellett ugye szóba került itt a város gondozás is, és hogy ennek is részese lehetne az, hogy a zöld hulladékoknak az elhelyezése, vagy ha már ugye járdát mit csinálunk, lehet, hogyha mi dolgoznánk fel ezeket a zöld hulladékokat valamilyen szinten, akár komposztnak, akár fűtésre is egyrészt fel lehet használni ennek a darálékát. Ezen is el kellene gondolkozni, hogy el lehetne gondolkozni, hogy nem meg lehetne ezt oldani. Fölírtam a javaslatait, megvizsgáljuk, megnézzük ezeket a területeket, és egyeztetni fogunk, hogy hová, tehát hová ültessük majd a fákat. A zöld hulladék feldolgozásának lehetőségét jó ötletnek tartom, továbbítom a városgondnokság felé, képviselőtestület végig gondolja, hogy milyen lehetőségei vannak ennek, akár a város üzemeltetése kapcsán is fel tudjuk-e használni, mindenképpen megvizsgáljuk, és jó ötletnek gondolom, tehát hogyha be tudjuk építeni, akkor ezt is beépítjük. Mindenki közlekedik autóval, a Jászberény áruszállás között, meg Vámosgyörg áruszállás között, hogy gyönyörűen szép néz az, szép az útszéle. Susnyásokkal teli, például a Vámosgyörgi útszéleken áruszállás tábláig meg lehet nézni, hogy most már dőlnek befele a fagaljak. Ugye sajnos, ha susnyás van, akkor természetesen jön a szemétlerakás is. Meg ugye ott az erdő is, ott van erdős rész, hogy a vadátjárások vannak. Ugye hogy egyszerűen nem lehet egy sötétebb időszakban ködbe, ugye nem lehet bejárni, hogy őz az, hogy mikor fog ma kiugrani az ember elé. Folyamatosan megfogalmazza a képviselőtestület, illetve a képviselők is az észrevételeiket. Folyamatosan jelezzük a képviselőjének. Pontosan a múlt héten szerdán járt itt a főosztályvezető úr, illetve a jászberényi telepvezető. Ugyanezeket jeleztük, örvendetes valóban, hogy a Jászberényi úton már megkezdődött a fák felvágása, illetve a ritkítása. Ő is jelezte, hogy vannak pozitív visszajelzések, a jövőben ezt folytatni kívánják. A vadveszély kapcsán elmondta, hogy ezt a célt is szolgálja ezeknek az írtása. Többen hívták fel a figyelmet a kamerákra, hogy akár az üdülő övezet területén, akár a temetőben szolgálhatná több a biztonságot. A kamerákkal kapcsolatban azt tudom elmondani önnek, hogy ugye kettő területről beszélhetünk. A városi térfigyelő kamera rendszerünkben jelenleg 14 kamera van, 14 kamera üzemel, és mind jó. Illetve a hivatali kamerarendszerben 4 kamera, ugye a hivatal bejáratait, kapujait, művelődési ház környékét, kerékpártárolókat, tehát ezek itt mind üzemelnek. El kell mondjam, hogy természetesen lehetne bővíteni, lehetne felújítani, nagyobb képfelbontás, fényerő, tehát már korszerűsíteni. A térfigyelő kamerarendszerünk 2014-es, tehát az már úgy majd lassan régebbi, az a hivatali kamerarendszer sokkal jobb minőségű és sokkal fiatalabb, ez a 4 kamerás rendszer. A mobil kamerákat feltérképezzük,
Végig gondoljuk, megnézzük a lehetőségét. Valóban ezen még nem is gondolkodtunk, köszönjük a javaslatot. Tehát átgondoljuk a mobilkamerák lehetőségét. A kamerarendszer bővítését, ahogy mondtam, az képviselőtestület dönthet róla, bár a temetői kamerarendszer az szerintem nem a miénk, hanem az egyházé, tehát ugye nem mi vagyunk az üzemeltető, de továbbítani tudom az üzemeltető felé. Ott nekünk csak külterületen van kameránk elhelyezve, a temető területén mi nem helyezhetünk el kamerát, de továbbítani fogom mindenképpen a jelzést. További egyéni kérdések, kérések is érkeztek a testület elé. Ugye ott a Nyárfa utca és a vasút mellett lévő hát építési törmelék lerakat, most így finoman megfogalmazva, elindult ez a folyamat is, úgy nézett ki, hogy megoldódik. Valamilyen okból fogva ez leállt, és azt tapasztalom, vagy tapasztaljuk, hogy már újabb hát építési törmelék is került oda. Hogy ezt valamilyen formában, ha meg lehetne oldani. Teljesen igaza van, elkezdtük, elindult valami, el is mondom, hogy mi történt. A követ bedaráltuk, így van, és utána az ugye nagyon kellett. Nekünk felhasználtuk az útépítéshez, utána jött újabb kő. Azt is felhasználtuk, teljesen igaza van, hogy már egy új helyet kellene, keressük folyamatosan, tehát a műszaki iroda dolgozói is, mi is, hogy milyen olyan helyünk van még, külterületi alig van, alig-alig van, belterületre megint csak lakosok közé tennénk, ezért próbálunk hosszú távon gondolkodni. Jegyzőasszonynak is, jó magamnak is, amióta polgármester lettem, tudomásom van róla, hogy az ott nem jó, tehát hogy azt onnan el kell, hogy a képviselőtestület kitaláljuk, tehát el kell, hogy onnan tüntessük, dolgozunk rajta, türelmét kérjük, teljesen igaza van, meg fogjuk azt ott szüntetni. Megpróbálják a képviselők egymás között szétosztani a területet. Tehát Jászáróksztáros belterületére gondolok, hogy mit tudom én, most csak mondok egy példát, egyik képviselő például a Kossuth úttól a Dériné utcáig az ő területe. Tehát, hogy ezeket a megosztásokat én nem tudom önöknek mi a véleményük, de én javasolnám, hogyha lehet, akkor ezeket osszák fel ezeket a területeket úgy, hogy bármelyik lakó meg tudja találni azt, aki őt képviseli azon a területen. Az összetett javaslatot meg fogjuk vitatni, végig gondoljuk. Nagyon régen, 15-20 évvel ezelőtt volt már ilyen, hogy a képviselők egy-egy település részért feleltek, vagy az ő képviselőjük volt. Azt gondolom, hogy a képviselőtestülettel ez csak egy döntés kérdése, ha így döntünk, akkor ebben is van lehetőség, meg fogjuk tárgyalni. Köszönjük a javaslatot! Egy építésstatikus kollégám, akivel együtt dolgoztam, meghívtam ide Árokszállásra, hogy megmutassam a Volt Ligát, tehát a régi orvosi rendelőt, aki nem tudná, megmutattam neki. Ő, ahogy végignézte ott a területet, azt mondta, hogy simán elbírna még egy emeletet. Én nekem van egy olyan elgondolásom, hogyha bővíteni szeretnék apartmanházat, akkor hogyha egy szintet arra ráhúznak, vagy tényleg elbír egy szintet, akkor oda lehetne nyugodtan bővíteni, mert fölfele kellene haladni, mert ott olyan kicsi a terület, most már udvari terület, hogy ha oda beépítik, akkor ott mozgási lehetőség jóformán nincs. Az egészségügyi észrevételeket mind jegyeztem, fölírtam, akár az emeleti szintet az apartmanháznál, tehát ezt is majd megvizsgáljuk. Mi is tudjuk, hogy van igényre, tudjuk, jelenleg 28 fővel üzemel az idősek otthon az apartmanház, és többen várnak kérőhelyre, tehát tudom másokban róla, mert látjuk, tehát tudjuk, hogy lehetne bővíteni. Önként vállalt feladata a városnak, igen nagy beruházás, a képviselőtestület, ha úgy dönt, akkor természetesen ebben is van lehetőség. Ki volt az az ember, aki a fogadót átalakította a lakóépületeké? És meg szeretném kérdezni, hogy hová tették a csapadékvízelvezető ciszternát, tehát hogy megértse mindenki, ez egy ilyen beton
betonrendszer, tehát egy műtárgy tulajdonképpen, hová tették, és melyik részt tocsolják vele. Tehát a csapadékvízelvezetőre gondolok, amit nem szabad lenne mondjuk most már belekötni, például gondolom nem is kötötték bele a csatornába. És meg szeretném kérdezni, mivel átalakították a épületet, a felvonót, tehát a mozgáskorlátozottak felvonóját, a liftet magyarul hová helyezték, mert nem látok sehol egy ilyet. A Hotel Andor téri fogadó kapcsán annyiban tudok tájékoztatást adni, hogy ez egy magánvállalkozásnak volt a beruházása. Az épületben 19 lakás alakult ki. A csapadékvíz összegyűjtése az központilag megoldott, és a város csapadékvízelvezető rendszerében van bekötve, tehát külön tartály, tudtommal nem épült, vagy nem került elhelyezésre, esetleg ez volt a kérdés. A lift kapcsán pedig a beruházás előtt az építéshatóság volt az, aki véleményezte ezt a tervet. 13 óta nem mi vagyunk az építéshatósági feladatokat ellátó szerv, tehát hozzánk már engedélyezés meg hasonló feladatok nem jutnak el. Ott liftet külön nem írtak elő. Középületeknél van erre kötelező feladat, de jelen esetben nem volt ilyen. Tehát lift nem épült a fogadóba. A mellettem lévő ház, ugye ez valamikor, ugye ezt sokan nem tudják, ez a Gyöngyösféle ház volt, ebbe egy vendéglő volt, és volna nagyterem rész, az pedig egy táncterem volt, szegény Romhányi tanár úr tanította a fiatalokat táncolni, mert akkor még nem úgy volt, mint most, hogy 15 szállnak és táncolnak, hanem akkor még volt angol, meg minden. De lényeg az egészben, hogy a vakolat jön be az udvaromba, én nem csináltam másra, tologattam a anyagokat kifelé, betoltam, kitoltam, és akkor szóltam a főnöknőnek, hogy hát azért valamit tenni kellene, mert ez nem állapot, itt jön rá a lakás, meg az udvaromba a sok limlom, és akkor mondta nekem, hogy majd valamit csinálnak. Hát akik ott járkálnak, azok látják, hogy hát csináltok is, Szabó Csaba megcsinálta, hogy leverte ott a, hogy hívják ott a vakolatot, egy másfél méter magasságba, és az volt a kritérium, hogy ezzel vissza fognak térni, és meg fogják csinálni. Hát azóta eltelt 5 év, az égvilágon nem csináltak semmit. Szeretném megtudni azt, hogy a buszmegálló az most buszmegálló, vagy az parkírozó. Mert ha a parkírozó, akkor tökéletesen megfelel az igénynek. De ha busz megálló, kérdezem én, akik közlekednek, vagy valahol járnak, hogy hát a busz megállóba személygépkocsik, meg nem tudom, mik ott állnak. És én ezt látom az alapból, és a kijövök akaratom ellenére látom, és most egy pár alkalommal Gyöngyösre mentem autóbusszal, és mit láttam? Azt, hogy az autóbusz nem tudott kimenni a kocsimet, és fölmondta, hogy hívják, akkor meg lehet nézni most is, hogy a parkírozóba keresztül ott a nagy kocsik mennek, mert nem tud kimenni. A Takarékszövetkezet melletti ingatlan városképi tényezőjét jó magam is ismerem, mindenképpen megtesszük a szükséges lépéseket. A buszmegállónál a probléma ismeretes a képviselőtestület előtt, talán már még határozatot is hoztunk róla, történt ígéret parkolóépítésre vállalkozótól. Újra elővesszük ezt. Itt van egy régi iskola konyha épülete, és látom azok a szegény diákok, ugye, hogy hóba fagyban mindig járnak oda a iskola konyhára. Ismerem azt az épületet, hogy az egy igazán egy elfáradt, egy öreg épület. Ugye most már itt van ez a Széchenyi utca, a Széchenyi István általános iskola mellett lévő megvásárolt területek, a lévő régebbi ingatlanok, hatalmas területek van, és szerintem oda kéne egy javaslatom az lenne, hogy az iskolakonyának a megtervezését. És akkor szegény gyereknek nem kéne az, hogy minimum egy 15-20 perc alatt, hogy oda kellene élni az iskola konyhára. Még a másik lenne oktatása, ugye, mikor a tagja voltam a régebben a képviselőtestületnek, ugye emlékszem, hogy mikor elvették a településektől az iskola fenntartást. Hogy most már azt kéne megkérdezni a fenntartóknak, hogy amit elvett pénzt, azt fordítják ma az iskolán, mert ugye emlékszem, hogy jó pár 150 vagy 200 millió kellett hozzájárulnunk, hogy ez ne a jutalmazásokra költsék már, hanem az, hogy visszafele fordítani a településre, ugye az iskoláira, például a gimnáziumra, vagy a Széchenyi úti iskolára, még az iskola fejlesztésekre, hogy most már ideje lenne elkezdődni az a Szent Vince úti iskolaszárnak, az új szárnak az építés. Vagy mellette van az a régi öreg elfáradt vizes épület, az már múlté. Mert hát olyat kellene már építeni 21. századi épületet, hogy egy gyerekeknek egy tanmedencét lehetőségnek adni, hogy például adást meg tudja oldani, szerintem akkor valószínűleg mind is meg tudnánk oldani.
A gyerekeket nem adásra kéne vinni úszni egy kisebb faluban. Az oktatással kapcsolatban a képviselőtestületnek is hasonló a véleménye, sőt, még ettől bonyolultabb. Ugye egy egészen magas szintű a probléma, tehát nem ennyire egyszerű, de mindennel egyetértünk, amit ön mondott, így van. A gyermekétkeztetés felől, az iskolakonyha felől közelítette meg, tantermes épületre van szükség, tehát új iskola épületre vagy iskola bővítésre van szükség, legalább egy 6 tanterem, de legjobb lenne talán 8 tanterem, ahogyan számoltuk, illetve mindenképpen időszerű lenne, sőt, elengedhetetlen, hogy a gyerekeknek ne kelljen, így ahogy ön mondja, ne kelljen az iskolakonyhára járni, étkezni. Az iskolakonyha étkező épülete valóban már egy kicsit elavult, de maga az iskolakonyha, ahol a főzés történik, az jó állapotú és egy jól felszerelt konyha, a gyermekeknek kellene ugye az étkezést megoldani. Igazgatóasszonnyal egyeztettem, megkértem rá, hogy a tantestülettel is egyeztessen, a képviselőtestület mindenképpen támogatni fogja ezt a dolgot. Nem várhat tovább, tehát a képviselőtestület tisztában van vele, hogy a 24. órában vagyunk. A közmeghallgatás végén Gonda Csaba önkormányzati képviselő mondta el gondolatait. Néhány pont írt, amiben meg szeretném erősíteni részben polgármester asszonynak a válaszát. Hát a vízelvezetés az minden egyes munkamegbeszélés, minden egyes ülés az ezzel szokott általában kezdődni. Tehát ez egy megismerve tavaly ezt a tervet, amit megcsináltattunk, ez egy akkora volumenű dolog, hogy abban az évben, hogyha ebben fogunk, valószínű máshoz semmire nem marad pénz. Tehát ez egy fél milliárd és egy milliárd közötti összeg lenne. El kell döntenünk a képviselőtestületnek, hogy ezt mikor vállalja be, ezt be kell vállalni minél előbb, látjuk, hogy ez folyamatosan évről évre visszatérő probléma. Képviselői terület felosztás, Szabó úr mondta. Nagyon jó dolognak tartom, de egyébként a lakókörnyezeten tében lévő képviselő szerintem mai napig mindent ugyanúgy jelez, de ezt nyilván ki kellene bővíteni, mert Jászáros minden részén nem laknak képviselők. Egyébként maga a képviselő fogadóra minden hónap utolsó szerdáján van, elég gyér a látogatottságot is. Tehát úgy, mint most itt a közmeghallgatáson, hogy elég kevés ember jön sajnos oda is a problémákkal. A Facebookon azon hamarabb írják le az emberek a problémáikat, mint hogy személyesen jeleznék, de ezzel kapcsolatban szeretném mondani. Az átoltározók a úr részéről hangolták. 20 évig azon dolgozott a város, hogy mindegyiket betömje. Most meg azzal szembesülünk, hogy meg kellene nyitni őket, mert ezeket a elénk nem véletlenül csinálták, csak hogy a felsorolói kapásból a teljességigénye nélkül ott volt a szarvány mellett a szarostól, be van tömve. Ott volt a bódistó, ott volt a szekerestó, ott volt a faragótó, ott van a surányító, a kétharmada be van tömve. Tehát, hogyha ezt megnézzük, hogy ez körméterben mennyi vizet tartott meg, az töredéke mennyiségű problémák lenne ezzel a dolgokkal, és nem beszélve arról, hogy emberek nyugodtan locsolhatnának, ott élnek körülte, nyugodtan locsolhatnának kertéket. Sokkal jobb az a víz, mint amit a fúrókútból hozunk fel. És még egy volt, Gyöngyöspatak. Hát a Gyöngyöspatak is egy állandó kérdés. Sajnos a vízügyi igazgatóság az lemondott róla, mert ez nem élő víz, és így úgy gondolják, hogy erre nem kell fordítani semmilyen figyelmet, meg nem kell rá. Mindig azt mondják, nincs pénzük rá. Úgyhogy ezzel is mindig foglalkozunk. Kis türelmet kérünk a lakosságtól, hogy valami előrelépést tudjuk benne mutatni. Ennyit szerettem volna mondani, és köszönöm szépen, akik megjelentek, és elmondták az észrevételeiket, a problémákat. Mindegyiket be fogjuk építeni szerintem a jövőben. Köszönöm szépen!
Több megszólaló dicsérte a testületet, a polgármester a városvezetés munkáját, a költségvetést, de szó esett az egészségügyi dolgozók, orvosok, fogorvosok kiváló munkájáról is a február 7-én tartott jászárokszállási közmeghallgatáson.